Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik arra, hogy milyen rudik, túró rudik voltak a 80-as években, illetve, hát én arra emlékszem, hogy akkor csak egyfajta volt, de az biztos, hogy ez egy nagyon vastag, változatú édesség volt. Én is emlékszem rá. Én nagyon-nagyon szerettem, nagyon finom volt az íze, és igazából én azt gondolom, hogy minden egyes termék megvásárlásánál és elfogyasztásánál azt érezhettük, hogy szeretnek bennünket, hiszen nagyon minőségi termékeket lehetett kapni annak idején, és nagyon nagy adagokat. Sajnos mára ez nem mondható el. Én azt vettem észre, hogy egyre kisebbek lettek a különféle élelmiszerek, és egyre drágábbak. A képen látható egy Rudi, amit néhány nappal ezelőtt vásároltam, és amikor kibontottam a csomagolást, akkor ezt találtam benne. Ennyire vékony, annyira vékony, mint az újam. és igazából ez tényleg csak szinte egy harapás. Most nem tudom, hogy egy felnőtt embernek mennyit kéne ebből megennie, hogy jól lakjon, vagy legalábbis azt érezze, hogy Rudit evett, Túró Rudit, hát ugye Túró desszertnek is nevezik, nem biztos, hogy Túró van benne, lehet, hogy valami másfajta massza, sőt, hát tudom azt, hogy nem mindegyikbe Túrót tesznek, de az biztos, hogy nem volt túl olcsó. És ha mondjuk néhány darabot szeretnék belőle venni, vagy legalábbis olyan 5-6 szemet, akkor biztos, hogy több száz forintot fizetnék, és azt gondolom, hogy akkor lenne egyensúlyban a régi változatokkal. Én nagyon sajnálom azt, hogy ennyire kisporolják az alapanyagokat a mai termékekből, és azt is, hogy lassan már megfizethetetlenek lesznek az élelmiszerek. Múltkor láttam, hogy ezer forint egy kiló paradicsom, hát mondjuk ennyiért én nem is veszem meg, és lehet, hogy még akkor sem venném meg, ha milliómos lennék, egyszerűen azért, mert nem ér ennyit. Az egyik adásban elmondtam, hogy milyen kár, hogy nincs egyfajta kontroll, és hogy nem szabják meg azt, hogy mennyit kérhetnek egy-egy termékért, és néhány héttel ezelőtt pont arról beszélgettünk, hogy annak idején fix árak voltak. Ha mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as éveket veszük, akkor voltak olyan termékek, amelyeknek az árai évekig nem emelkedtek. Arra emlékszem, hogy például a konzervekbe bele volt ütve az, hogy mennyibe kerülnek, és hogyha mondjuk 3-4 év múlva is vásároltunk ilyen konzerveket, akkor akkor is ugyanennyi volt a az záruk. Aztán nem tudom pontosan, hogy mikor kezdődött el az, hogy elkezdték ugye címkézni ezeket a termékeket, és például hogy ugye a konzerveket, és én azt vettem észre, és a mai napig is, hogy akármikor elmegyek egy boltba, vagy több boltba vásárolni, mindig egyre többbe kerül az a bizonyos termék, vagy több termék, amit mondjuk én vásárolni szoktam. Nem olyan messze, ahol élek, van egy kisebb bolt, és oda hát leszoktam ugrani egy-két dologért, mondjuk ásványvizet szoktam venni, vagy mondjuk turorudit például, és ezen a helyen körülbelül négy éve vásárolgatok, és azt vettem észre, hogy például az az ásványvíz, mert igazából két fajta van, amit ugye én fogyasztok, az mindig egyre drágább, mikor lemegyek. Jó, nem azt mondom, hogy minden nap lejárok, mert ugye a nagyobb dolgokat máshol szoktam megvásárolni, de hogyha kellenek ilyen apróságok, akkor oda leugrom. Ez egy ilyen pici kis éjjel-nappali, mondjuk így. Nagyon jó, mert egy embert engednek be a boltba, tehát mindig egyedül vásárolok. De az az igazság, hogy egyre több pénzt kell otthagyni ahhoz, hogy az ember, hát mondjuk úgy, hogy jól lakjon, de lehet, hogy ez nem is jó kifejezés, mert lehet, hogy jól lakni már nem is nagyon tud a mai kor embere, hanem hogy egyáltalán alapszinten eltartsuk saját magunkat. Úgyhogy, hát nagyon megdöbbentem, amikor kinyitottam ezt a csomagolást, és megláttam azt, hogy olyan vékonyka ez a Rudi, mint az újam. Egyébként most tettem meg <laughs> a felvétel után és előtt, gondoltam, hogy gyorsan megörökítem, még mielőtt elfogyasztom, hogy lehessen látni, hogy mekkora ez az adag. Én elég régóta nem eszem már nyilvános helyeken, például éttermekben. Annak idején igen, elég sokat jártunk különféle éttermekbe, sütödékbe, kifőzdékbe, és amikor egy tóparti városban éltem, ahol természetesen nagyon-nagyon sok ilyen helyiség volt, vagy létesítmény, akkor hát igazából mindegyik termet kipróbáltuk, és voltak olyanok, ahová ugye rendszeresen visszajártam, vagy visszajártunk, és rengeteget rendeltem annak idején, mert amikor ugye televíziós voltam, és reggeltől estig helyszínekre kellett menni, dolgozni, forgatni és vágni, meg riportokat készíteni, akkor nyilván nem volt időm arra, hogy főzzek. Így hát ételfutároktól rendeltünk ételeket, és hát ezeket fogyasztottuk el, de amióta ugye szabadúszó vagyok, azóta ismét főzök. Én körülbelül olyan húsz éve főzök saját magamra, és mindenféle ételt el tudok készíteni, és szerintem nagyon jó. Tehát nagyon finom kajákat tudok úgymond létrehozni. És én azt vettem észre, hogy számomra ez így sokkal jobb, mert én megveszem azt, amit ugye szeretnék, és akkor elkészítem azokat az ételeket, amelyekről tudom, hogy mit tartalmaznak. Úgyhogy én igazából már nem is nagyon merek így különféle kétes helyeken enni. Persze vannak olyan étkezdék, mondjuk így, ahol még normális adagokat adnak, nem túl drágán, de szerintem egyre kevesebb ilyen hely van. De ugyanakkor beszélhetünk ugye az élelmiszerekről is, hogy egyre drágábbak, és egyre kisebb adagot adnak, és szerintem egyre silányabb a minőségük. Tisztelet a kivételnek, én ezt mindig elmondom, hogy ez nem mindenre igaz. De az én tapasztalatom az az, hogy, hogy ez többségében így van. És ahogyan mondtam, én nagyon szomorú vagyok, mert tulajdonképpen én átéltem még azt a korszakot, amikor hatalmas nagy adagokat adtak, például a menzán is. Nyilván, hogy a 80-as éveket nem lehet összehasonlítani napjainkkal. Bár én azt látom, hogy ez a fajta silányság, és az, hogy minden egyre drágább, és egyre kevesebbet adnak, magyarán egyre kevesebb anyag kerül ezekbe a termékekbe, ez nem csak az élelmiszerekre vonatkozik, hanem, hanem szinte mindenre. Például itt vannak a bútorok. Hát vannak olyan bútorok, amelyek pár év alatt szétesnek, és ugyanakkor azok a bútorok, amelyeket mondjuk még a 70-es, 80-as években vásároltak, azok szerintem száz év múlva is bútorok lesznek, mert volt bennük anyag. Én elég sokat vásárolok különféle ilyen spirálfüzeteket, mert ugye rengeteget írok. És hát azt is észrevettem, mivel hogy körülbelül most már olyan húsz éve vásárolom ezeket a füzeteket, hogy most már olyan vékony lapjai vannak, hogy teljesen átütnek. Még mondjuk néhány évvel ezelőtt ezek a füzetek mondjuk úgy, hogy normális mintát és minőséget mutattak. Most vettem egyébként megint néhány ilyen spirálfüzetet. Én egyébként ezeket a sima füzeteket szeretem, mert ezekbe lehet ugye rajzolni is, és látszik is az adásokban, hogy ilyen füzeteket használok. De hát egyébként itt van előttem, és azt látom tényleg, hogy olyan vékony lapokból áll, hogy ha tollal írok, akkor abszolút átütnek a betűk. Ugyanakkor azért én azt gondolom, hogy régen még nem voltak ilyen silány termékek. És hát én végigéltem a 80-as éveket is. Aztán szerintem a 90-es években romlott el már nagyon sok minden, de szerintem már meg, hát azt is mondhatnám, hogy tarthatatlan a helyzet, és én nem látok ebből kiutat. Mivel, ahogyan mondtam, nincs kontroll, és mindenki annyit kér bizonyos termékekért, amennyit akar. Szerintem ez szégyen. Szégyen az, hogy például mennyibe kerülnek az élelmiszerek, hogy hát Igazából ezek az alaptermékek, amelyekre mindenkinek szüksége van, olyan árakon kelnek el, amelyek irreálisak. Igen, tehát szerintem nagyon sok ilyen irreális és abszurd helyzet van a mai világunkban. Nagyon nehéz ezekkel mit kezdeni, és egyáltalán átörökíteni egyik napról a másikra saját magunkat, vagy ezeket a helyzeteket, szituációkat. Én nagyon tartok attól, hogy eljutunk majd egy olyan korszakba, amikor mondjuk lehet, hogy több ezer forint lesz egy liter tej. És nem tudom, hogy az akkori emberek hogyan fogják tudni ezeket megvásárolni, és persze mi is, ha még akkor itt leszünk, és a Földön foglalunk majd helyet. Hát ahogy mondtam, nem olyan régen ettem meg ezt a túrorudit, de olyan, mintha igazából semmit nem ettem volna. Tehát, <laughs> hát, szóval eszméletlen. És akkor mindig belegondolok abba, hogy mondjuk a nagy családosok hogyan vannak jelen, vagy hogyan tudják kifizetni az élelmet, amikor, ha jól kiszámoljuk, akkor sokszor több ezer forintba kerül, vagy kerülhet akár egy-egy ebéd, vagy egy vacsora elkészítése, és akkor is, ha az ember saját maga főz. Hát ugye én tudom, mert igazából majdnem minden nap főzök, sütök, készítek valamit, hát az én saját ebédemet, mondjuk így, és a, természetesen a reggelmét és a vacsorámat is. De hát azt látom, hogy egyre kevesebb dolgot tudok vásárolni. Most vásároltam be körülbelül olyan 12 ezer forintért, vagy lehet, hogy több, lehet, hogy 15 ezer is volt. Nem vettem olyan túl nagy dolgokat, és olyan túl sok mindent, Hát nem tudom, hogy meddig lesz elég. Néhány napja vásároltam be, nem sok minden van már belőle, pedig nem vagyok egy ilyen nagy igényű ember, vagy mondjuk úgy, hogy nem eszem sokat. <laughs> és akkor elgondoltam azt, hogy mi lenne, mondjuk lenne öt gyerekem, és mondjuk mindenki kérne fejenként két-három túrórudit, mert mondjuk ebből minimum kettőt-hármat meg kellene enni ahhoz, hogy egyáltalán érezzem azt, hogy rudit ettem. Na most, hogyha lenne öt gyerekem, akkor valószínűleg, hogy 15 darab rudit kellene vásárolnom, de minimum 10 darabot. Hát akkor lehet, hogy majdnem ezer forintot hagynék ott, csak a túró rudikra. És akkor ne beszéljünk arról, hogy mennyibe kerülnek a tejtermékek, a sajtok, a húsok, a zöldségek, a gyümölcsök. Hát igazából én azt látom, hogy sok esetben már luxus, ugye, zöldséget és gyümölcsöt enni. Hát a zöldségesben is elég sok pénzt hagytam, pedig tényleg nem vettem olyan nagyon-nagyon sok mindent. Úgyhogy beszéljünk az egészséges táplálkozásról, hogy mi van akkor, hogyha én minden nap egy jó nagy adag salátát, vagy salátat, tálat, vagy zöldségtálat szeretnék megenni, meg mondjuk mellé sajtokat, hát nyugodtan számolhatnék ilyen napi 5000 forinttal nagyjából, és akkor azt számoljuk ki, hogy egy hónapban mennyi a kaja. Hát igazából szerintem olyan 100 ezer, vagy 150 ezer, és akkor még nem ettünk olyan túl nagy dolgokat, tehát azt mondhatom, hogy egy embernek körülbelül olyan 100 ezer forint az étkezése havonta, és akkor ott a lakhatás, 150 ezer a, a, a lagbér, vagy a, az albérlet, a különféle költségek magyarán olyan minimum 300 ezer forint kellene ahhoz, hogy az ember alapszinten meglegyen. És akkor még nem mentél sehova. Nem mentél el moziba, színházba, bár mondjuk én moziba már nem járok. Én ilyen ocska filmekre, bocsánat, nem költök egy forintot se, de még akkor sem mennék el, ha fizetnének érte. És hát ugye még soroljuk a többi dolgot, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy minimum olyan egymillió forintot kellene mindenkinek keresnie havonta, egy-másfél milliót, hogy valahogyan itt lenni tudjunk, vagy legalábbis normális szinten, hát ilyen árak mellett. De tudjuk azt, hogy a magyar emberek nem keresnek ennyit, hát mondjuk azok, akik becsületesen dolgoznak. Ugye ezt azért tegyük hozzá, hogy a becsületesen dolgozók nem kapnak ennyit, de még a töredékét sem. Szerintem az emberek többsége, és főleg kis hazánkban úgy él, hogy örül, ha kifizeti a számláit, tud ennivalót venni, és Tud hol lakni. És akkor lehet, hogy még egy-két dolgot tudsz magadnak vásárolni, de többet nem. Tehát olyan nagyon nem lehet nyújtózkodni. Bár én azt gondolom, hogy ezek a helyzetek is nagyon sok mindenre megtanítják az embereket, vagy az embert, de beszéljünk mondjuk csak saját magamról, jó? Tehát én nem akarok másokat tanítani. Engem nagyon sok mindenre megtanítottak ezek a helyzetek, hogy hogyan éljek takarékosabban. Hogy ne legyek pazarló, bár én azt gondolom, hogy soha nem voltam az, és hogy a kisebb dolgokban is vegyem észre az értéket, magyarán örüljek annak, és adjak hálát annak a dolognak, hogy ha van mit az embernek enni, és hogy értékeljem azt, hogy, hogy ezeket a dolgokat is meg tudjuk tenni, mert szerintem ez is nagyon nagy dolog, ha az embernek van mit tennie, és van hol laknia, mert tudjuk azt, hogy milyen viszonyok között élünk ma sajnos. Szóval igen, nagyon szomorú vagyok azért, hogy ezek a termékek egyre kisebbek, egyre silányabbak, és egyre kevesebb anyag van bennük tulajdonképpen, Remélem, hogy ma elsőre mondom ki ezt a szót, hogy tulajdonképpen, mert volt olyan adás, amiben kb. 50-szer mondtam ki, úgyhogy egyszerűen nem veszem észre. Tehát nem értem, nem vettem észre. Úgyhogy hát nem tudom, hogy hova lehet fejleszteni még ezeket a viszonyokat, és hogy mondjuk mi lesz tíz év múlva. El sem merem képzelni, hogy tíz év múlva mondjuk mennyibe fog kerülni egy túrórudi, vagy például egy liter tej, vagy egy kiló kenyér. Szerintem nagyon sokan meghasonulnak a mai korszakban, főleg azok, akik átélték a korábbi rendszereket, mint mondjuk ahogyan én is, van összehasonlítási alapom mindenféle tekintetben és területben, és iszonyatosan nagy különbségek vannak. Tehát igazából én azt mondom, hogy ezt épp nem lehet felfogni. Úgyhogy nem tudom, hogyha legközelebb megyek, akkor mekkora lesz a túró Rudi, vagy a Rudi, a Rudi desszert, nevezzük így. Lehet, hogy már láthatatlan lesz, lehet, hogy már nem is fogom látni, vagy lehet, hogy kibontom a csomagolást, és nem lesz benne semmi, de mondjuk több ezer forintot fogok érte fizetni. Szerintem el fogunk odáig jutni, hogy ilyen helyzetek lesznek. Persze most kisarkítottam ezt a gondolatot, de lehet, hogy nem mondok túl nagy badarságot. Ennyivel drágábbak most mondjuk ezek a termékek, mint mondjuk a 80-as években, vagy 90-as években. Persze most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, hát milyen naív vagyok, meg töttörő, hogy hogyan tudom én összehasonlítani a 80-as éveket napjainkkal, hiszen hát már teljesen másfajta a korszakban élünk, hát igen, de ez baj. Hát, és soha nem értem azt, hogy az idő előre haladt, volt, tulajdonképpen miért emelkednek az árak. Szerintem nem az idő múlása okozza az árak emelkedését, hanem az emberek egyre nagyobb kielégíthetetlen egója. Úgyhogy lehet, hogy inkább ezt kellene ráírni a termékekre, vagy bemondani a híradóba, hogy nem az időjárási viszonyok miatt, meg nem az infláció miatt egyre drágább minden, hanem azért, mert az emberek egyre kapzsibbak. Jó? Tehát szerintem nyugodtan maradhatunk ennyiben, hogy egyre többet akarnak, és már tényleg szinte semmi nem elég. Egyszerűen nem is értem, hogy vannak olyan emberek, akiknek mondjuk már van 50 nyaralójuk, de még az sem elég nekik, és vannak olyanok is, akik egész életüket leélik úgy, hogy nem, hogy nyaralójuk sincs, de még nyaralni sem nagyon jutnak el sehova. Én nagyon sokat foglalkozom a mai korszakkal, és próbálom összehasonlítani a korábbiakkal. Hát én ezeket látom, és ilyen helyzeteket tárok fel, és az elmúlt 500 akárhány előadás keretében is tulajdonképpen azt tártam fel, hogy most milyen viszonyok vannak, és hogy mennyire mélyre süllyedtünk. Szerintem ennél mélyebbre már nem nagyon lehet süllyedni, de szerintem még fogunk. Tehát lehet, hogy ez még csak a kezdet. És ahogy mondtam, lehet, hogy el fogunk jutni oda, hogy te majd egy szelet több ezer forintért fogsz kapni. Hát ha egyáltalán akkor még lesz forint, meg egyáltalán még létezünk, meg egyáltalán ez a, az itteni terület még élni fog, és nem kerülünk valamilyen gyarmatosítás alá, bár lehet, hogy most is az van, de akkor azt gondolom, hogy még keményebb ügyek lesznek. Igazából ezt a fajta történetet nagyon sokáig tudnám ragozni. Most kifejezetten a Rudiról szerettem volna beszélni, és azt megmutatni, hogy mekkora. Szóval ezekből a dolgokból ki lehet következtetni azt, hogy ki milyen szemlélettel él. Manapság olyan szemlélettel élnek nagyon sokan, nem mindenki, hogy minél több hasznot akarnak húzni, és azt akarják, hogy csak nekik legyen jó, a másiknak ne. Hát egy ilyen világban élni nagyon szomorú, és szerintem nagyon sok ilyen keserű helyzet van, és én azt látom, hogy akárhova megyünk, igazából csak ez a cél, semmi más. Hogy te fogyassz, vásárolj, minél több pénzt hagyj ott, minél kevesebb dologért. Hát majd meglátjuk, hogy hova fogunk eljutni, és hogy egyáltalán az emberek hogyan fogják még tudni fenntartani saját magukat. Szerintem egyre nehezebben, és ez nagyon fájdalmas. Én biztos, hogy nem engedném meg azt, hogy bárki bármennyit kérjen bizonyos termékekért, és azért azt is ellenőrizném, hogy milyen adagokat adnak ennyi pénzért. Hát majd, ha egyszer én leszek a. <laughs> a valaki, akkor majd lehet, hogy ezt a dolgot meg tudjuk oldani. De szerintem olyan sok területen kellene rendet tenni, hogy soha nem jutunk a végére. Igen, ez egy nagyon silány korszak. Nagyon szeretetlen korszak. Nagyon embertelen korszak. Egy olyan korszak, ami, amiből teljesen kiveszett a jó indulat, a jóság, a kedvesség, az adakozás, én azt gondolom, hogy ez a megaláztatás csúcsa. Tehát én azt érzem ebben a történetben, hogy az embereket megalázzák. Igen, nagyon sok ilyen méltatlan helyzet van világunkban, amit szerintem nem lenne szabad hagyni. De hát mit tudunk tenni? Ennünk kell, táplálkozni muszáj. Tehát ö, valahogyan tovább kell élni de tudom azt, hogy milyen sok ember számára jelent nagyon nagy nehézséget az ennivaló megvétele, és hogy egyáltalán valahogyan lenni tudjanak. Szerintem ez, hát, ez egy nagyon szomorú állapot. Mondhatnám azt is, hogy ez szégyen. Fel kell lelni még azokat a helyeket, és azokat a termékeket, amelyek valamilyen szempontból normálisak, és amelyekből talán az ember úgy érzi, hogy mi is fontosak vagyunk, és nem csak a pénzünk. Mert sajnos manapság szerintem már csak ez van. Én nem vagyok fontos, csak az, amit adok, amit el tudnak tőlem venni. Ugye manapság az ember, mint olyan, már nem érték, csak akkor, hogyha mondjuk milliárdokkal rendelkezik. Hát remélem, hogy az aranykorban már nem ilyen viszonyok lesznek, jó lenne már ott élni és ezektől a nagyon negatív helyzetektől mentesülni. Most pedig iszom egy kis tejet. Hát szerencsére azért ebben még van anyag, nem olyan rossz, nem tudom, hogy mennyibe került, nem figyeltem. Hát erre azon ráérve, hogy ez egy liter, remélem, hogy tényleg van benne annyi.